Szabó Péterné gyermekkönyvtáros elmondta, hogy 17. alkalommal rendezték meg az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatát, amely idén a szakmának országosan az egyik legnagyobb szintű összefogása volt. 17. alkalommal rendezik meg az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatát, amely most a szakmának úgy gondolom az egyik legnagyobb összefogása országos szinten. Mindig van egy ilyen projekt, ami most azt mondja, hogy a híd szerepet próbálja erősíteni egész héten a könyvtáraknak azt a szerepét, hogy generációkat is összeköt, embereket, történeteket, és hát próbáltunk minél több generációt megszólítani mi is ezekkel a rendezvényekkel. Hétfőn volt egy, most indítottunk útjára egy csokonai kávézót, amit szeretnénk azért, hogyha hagyományt teremthetnénk vele, hiszen halk zene mellett a legújabb kiadványainkat tettük ki. Mi magunk könyvtárosok szívesen főztük a kávét és a teját, és gondoltuk, hogy azok, akik még nincsenek hozzánk beiratkozva, is jöhetnek és szétnézhetnek, illetve olvasók is nagyon sokszor magányosan érkeznek hozzánk, tehát ők is szívesen ajánlanak egymásnak könyveket. Hát még most nem voltunk olyan sokan, reméljük, hogy jövőre többen leszünk. Tegnap egy könyvbemutatónk volt, tiszafüredi Répa Jenő úr, aki a katasztrófavédelemtől ment nyugdíjba, és ajánlották az ő írásait már, és Újvári László volt a moderátora ennek a rendezvénynek. Nagyon-nagyon értékes könyv, amely szerintem megtekinthető a könyvtárunkban, hiszen kaptunk a szerzőtől könyvtári példányt. Nagyon jól sikerült rendezvény volt ez is. Ma pedig ugye a rajzpályázatot tekinthették meg, és hamarosan kezdődik itt a gyerekjóga, amely szintén egy első alkalmas rendezvény most a héthez kapcsolódóan, és utána pedig minden héten, szerdán ez folytatódni fog. Holnap a középiskolás korosztályt próbáltuk meg megszólítani a Képregényes Világ című rendhagyó irodalomórával, amelyet egy nagyon kedves olvasónk, ő maga is gyűjtő, Csízi Norbert fog a gyerekeknek bemutatni, illetve hát egy vetítéssel egybekötött előadást is tart. Pénteken is egy rendhagyó irodalomóra lesz, itt pedig a Márki Szabina, aki karcagi születésű, a Kiskulcsosi iskolában végzett. Nekem személy szerint volt színjátszós tanulóm, és jelen pillanatban pedig a Békés Csabai Színháznál dolgozik. Ő jön, és ismerteti meg a nagy érdeműt egyáltalán a színház csinálás mikéntjeivel is, hogy hogyan került ő erre a pályára, illetve hát hoznak egy darabot is, mégpedig a Molnár Ferencnek a Zenélő Angyal című műve alapján egy barátnőjével készülnek erre a rendhagyó órára. Dr. Kasuba Jánosné a Könyvtáros Tanárok munkaközösségének a vezetője, aki a rajzpályázatra készült művek zsűrizésében vállalt főszerepet, elmondta, hogy közel 150 különböző technikával készült pályamunka érkezett. A gyermekeknek olvasmányélményeket kellett megrajzolniuk, azzal a címmel, hogy ez a kép él bennem. Tehát van amilyen irodalmi mű, mese, regény, vers alapján olvasott élményeket kellett megörökíteni, és ez a meghirdetés nagyon sikeres volt, mert 150 rajzot készítettek a gyerekek, nem csak az iskolákból, hanem az óvodákból is jöttek be rajzok. Ezeknek körülbelül a háromnegyed része, 120 rajz lett itt kiállítva a Csokonai Könyvtár nagy termében, és szemet, lelket gyönyörködtető szép művek születtek. Nagy öröm a gyerekeknek, és nagy öröm a meghirdetőknek, a Csokonai Könyvtárnak, személy szerint Szabó Péterné Katalin gyermekkönyvtáros és a munkatársai, és ugyanakkor nagy öröm a pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak, tanítóknak, a tanároknak, szülőknek, nagyszülőknek egyaránt ez a kiállítás.
A gyerekeknek a technikát nem határozta meg a felhívás. Bármilyen technikát használhattak, rajz, festékek, vízfestéket, akkor különböző ilyen színes krétákat, tehát nem volt meghatározva, hogy milyen technikával dolgozzanak. Itt az volt a lényeg, hogy azt a élményt, olvasmányélményt, akár egy verset, akár egy mesét, akár egy ifjúsági regényt, abból egy részletet hogyan tud megörökíteni rajzban, mi az a rész, ami őt legjobban megfogta, és nem másolással, hanem saját fantáziáját felhasználva kellett ezt bemutatni a rajzban, és hát csodálatos, szép rajzok. A Szent Pál Marista iskola gyermekei, akik annyira bátran bántak a színekkel, de a kisovodások is csoportosan is készítettek minden óvodából, és azt lehet mondani, hogy büszkék vagyunk erre a kiállításra, mert láttuk a ragyogó szemeket, és láttuk azokat a gyermekarcokat, amelyek kijöttek az ajándékért, és itt nem csak azokat kell megdicsérni, akik első, második, harmadik díjat kaptak, vagy külön díjat, azokat a gyerekeket is megdicsérjük, akiknek itt szerepelnek a rajzaik, mert ugye olyan sok díjat nem tudnak kiadni, így is elég sok ajándékot kaptak a Dériné központnak a jóvoltából, de már maga az egy külön érték és egy büszkeség egy gyereknek, hogy a rajza ki van állítva és szerepel, és elhozhatja a szüleit, eljöhetnek az iskolából megnézni, és büszkélkedhetnek. Én fölhívtam a figyelmüket, hogy ne hagyják abba ezt a tevékenységet, mert nagyon sok tehetséges gyerek van a rajzban is, és hát az olvasás az meg különösen nagyon fontos, hogy szeressenek olvasni a gyerekek, mert az olvasás fejlődik a beszédkészségük, a lelki világuk, de még most még a rajzkészségük is fejlődött.